Kívánok, sok szeretettel üdvözöljük nézőinket! Önök a sztárhíreket látják itt a Tényleg műsorában. A tegnapi nap folyamán, tegnap éjszaka, ma hajnalra a sztár és média személyiség páros Mazsi és Kriszi megszülték közösen gyermeküket 75 ezer néző előtt, ugye. Az eseményre jegyeket lehetett váltani, ezeknek a jegyeknek ugye a visszaváltása nem lehetséges, az apróbetű szabályzat kimondja, hogy amennyiben kameralálás van, abban az esetben sem válthatóak vissza a jegyek. A szülés nagyon jól sikerült, a baba-mama nagyon jól vannak, a vajudástól a köldökzsinór elvágásáig szemtanúi lehet az eseménynek, de kérdezzük az utca emberét, ő mit gondol, szülne otthon, szavazhatnak is itt a műsorban, ön szülne a kamerá. Hogy ennek mi köze az egészhez, a világnak mi köze ahhoz, hogy én hogy szülök, meg mind szülök, meg úgy van, hogy szülnék, vagy nem szülnék. Valószínűleg, hogy én szülnék, hogyha ha arról van szó, akkor milyen további nélkül megszülnem a gyereket, bárhol egyik nagyvilágban, repülőn, itt-ott, tamot, hajó, repülőn, biciklin, bárhol megszülnék. A kamera előtt? Hát nem tudom. Hát persze, hogy szülnék. Hát mit képzel? Maga? A liberális patás ördög, maguk mindent lehet, mi maguk már mindenhol, szóval takarodjon innen kamerájával, mert ráhúzok az ernyőmmel, hogy én szülnék, persze szültem is, 52-ben, 57-ben is, én szültem meg azokat a dolgokat, amikből most maguk élnek, takarodjon, patás ördög. Elnézést, arról lenne szó, hogy jó magam szüljek, és a frizurámat feláldozzam egy csicsiműért, akkor talán benne lennék, de egyelőre szemtem megmondani, hogy kamerába szüljek, igen, már nézők előtt, értem, hát főzni, hát valószínűleg előbb mennék egy beöntésre kamerák előtt, azért is pénzt kérnék, a szülésért is, még nagyon kíváncsi vagyok, még miért lehet pénzt kérni, ami a morális dolgokat fölveti, nem vett föl ez semmit, úgy látszik, hogy morális dolgokat csak morállal jelen rendelkező embereknél vett föl valami. Egyszer oda fogok jutni, hogy én is anyuka legyek, vagy apuka, akkor szerintem én szeretnék úgy csendben szülni, de az is lehet, most nem tudom, hogy majd, hogyha végre valakim lesz, aki engem szeret, és bármit is kér, és azt fogja kérni, hogy és kicsim tényleg pénzt adnak ezért, és lehetünk az újságba, akkor szülök neki. Mit tudom, bárhol, meg bárki előtt, bármilyen nézők előtt is, de színpadon is esetleg lehet szülni, mert hogyha van olyan, akkor én szeretnék a vidám színpadon szülni, hiszen ez egy olyan vidám, és olyan kis klassz esemény is tud lenni, ne? Vasszi szélvízet áraszt virágom, de hogy szűnék kamerában, nem ment el az eszem. Ha az uram azt kívánja, meg nem tenném neki. Jó keresztény magyar anya, legyen mindig néki. Elég sokat beszélgettünk ki a csajommal erről, meg ezekről a dolgokra, meg ugye mi is elég ilyen nyerő párosban vagyunk, hogy, és ő azt mondja, hogy őszinte ez így frankó rendben van ez az egész, és hogy így totál telibe beszülne, hogyha ha ezért mondjuk úgymond lehetne loettát kapni, meg így, meg úgy, szerintem nagyon jól kitalálta, meg szerintem egy férfi, az attól férfi,
hogy megmondja úgymond csajának azt, hogy merre van az előre, érted? Mert csaj ne úgyse tudja, nem tudja, hogy mit akar, ez engem mondani férfnek, úgymond, és akkor így, mint én is, így szerintem én így simán. Én azt mondom, hogy persze, szüljél, derüléskedjél már, lögd a kölyköt, nem? De most komolyan, frankon, érted? Ebben semmi nincsen, semmi, szerintem még vagányi. Ide kedveszem. Már maga a kérdés is sértő, hogy ön ezt fölmerészel itt tenni nekem itt az utcán. Hát be fogom perelni magát is. Hát melyik tévétől is jöttek? Gondolom, hogy ez a patás ördög adója. Ugye, honnan maguk ezt megmerik kérdezni, hogy én szülne, hogy meri föltenni, akire honnan van bátorsága hozzá. Felhát, természetesen megfelelő juttatásokért jó magam is szívesen vállalnám ezeknek az eseményeknek az údiumát, ugye? De hát ne haragudjon, hogy ki ma Jézusom, hogy néz ki? Maga a kamerás? Tisztelt polgárok, kedves magyarok, magyarok! A szülés nemzetünk fenntarthatóságának egyik fontos eleme, ezért minden nőt, minden hazafit és minden nemzeti anyát arra kérek, hogy bizonyítsa be, hogy képes rá megszülni magzatát. Jövőnk és nemzetünk ebben él. Gyermekeinkben, magyar gyermekeinkben, nemzeti gyermekeinkben. Tükröm, mondd meg nékem, hol szüljem meg gyermekemet. Jó királynőm, ha rám hallgatsz, tömegbe szülött csecsemődet. Imádja, hát mit tudom én, hogy ott szűnök? Ha le kéne dobnom egy tízesre, csak lehet, hogy megszülök én, hát nem kell nekem pénzekem elég, egy nagy kieszik kosár, én azért is megszülök neked, nagyjád úr is a kamerán, persze, ha művőt érdekel nekem. Finom dolgok ezek, jaj, de jó kis te. Szülés, ne jó, de szeretem, jaj, de jó kamerán lesz, de jaj, de oda szüllögetek, jaj, de KFC kosarat, hagyjad már nekem ide, dobjad már ide. Tényleg adását látták sztárokról, kulisszatitkokról, szülésről. Remélünk, összeállításunk megfelelt és tetszett önöknek, amennyiben még továbbra is szavazhatnak. Szüljünk-e kamerák előtt? Azt mondja, várjanak, kapcsoljuk a stúdió, de azt mondja, 94% nem szülne, de 6% boldogan szülne, ha pedig a lóvé, pereg a lóvé. Köszönöm további szép estét, és ezek után, műsorunk után 21:00-kor kezdődik a Born to be Born című amerikai filmvígjáték. Cilla is back, don't worry. Don't worry. Azért veszek angolul, mert te a patikába, te így állok a patikába, te így a szorba. Várok, és meglátok egy nagyon szép kis afrikai, egy kis nigériai kis nőt. Olyan gyönyörű volt, egybe rávettem magam. Milyen, hogy oda rongyolok, tudod? Mert a model agent így főtört belőlem, mondom, de jó nő. És már mondom, excuse me, but you are so beautiful. De hát millió így volt, már elkértem a Markusnak, mondtam, vizásba lökött be a kis nőt. Na voltam a Jóckánál, zavar a Jóckánál, te de hát édesem, te levitézlet nagyasszony, érted anyámnak a izé pupos előkelő 10-15 éves retikűjeit viszem el Jóckához, és akkor gyönyörűen kikerázom, ugye? Meg is mutattam. Ott voltam. Akkor voltam, mert Bubi anyukám takába rakott egy gyönyörű hérindi porcelán lámpát. Pif, azt vittem a porcelános, azon meg fogom mutatni, a Verespálinben van egy olyan porcelános, aki tudod, az ilyen sérült porcelánokat kikerázza, összeragasztja. Szóval a következő. Ha összetöröd a porcelánt, ne kezd el ragaszgatni, megmondom, hova kell vinni. És nincs reklám, de tudja. Ha kicsit lekopik a cipődről a fehér, ne kezd el te festegetni, mert úgy fog kinézni. Figyelj, álljál, nézd, pupos papírba adja a Jócska vissza. Szakmány, itt van. Ez egy ezüst táska, te. Here you go.
csámó anyukám, nézd meg, úgy megcsinálta, hát Anna Mari az oda lesz ezért. Mi ezt természetesen anyámmal elkezdtük festegetni. Tudod, ilyen bőrfesték, ezüst, pif, már kentük, mondta Jóska, te jó Isten, te Cila, te eszed elment, te jobban jársz, ha nem nyúlol hozzá. Nézd meg, minden, még ezeket a kis patentokat kicseréltet. Nézd meg, hogy ki van kerázva. Jó pofa vagy, mert várjál, nézd, meg kivettem a papírt, tele van lökve. Nézzek, hogy ki van tisztítva az egész belül. Gyönyörű, olyan gyönyörűen dolgozik. Jaj, büntetésképpen benne hagyta a festéket. Tudod, amivel festettük? Kürlis, tudod? Vettük a cipésznél, lent izében, Monte Carlo-ba. Adjon már egy ezüstöt, pifanikám, rákentük. Jóska idegbe is volt. Te nézd, ilyen gyönyörűen megcsinálta. Meg azért nekem is volt egy előkelő. Te, itt, ezt úgy hívják, ezt elmondta a Jóska, ez kéder, na ez szokott elkopni, és ezt is nézek, tökéletes, itt kopik el ez a kéder, gyönyörűen, hát mintha új lenne, te olyan boldog vagyok, te nem kell venni újat, hú, manyukám, beljebb vagy a lovettával, jó, és volt még egy, ez is, hát ennek is a színe az olyan takába ment, hogy megőrülsz meg, nézzek, hogy milyen előkelő. Te, olyan boldog vagyok, most a porcelán is elkészült, te gondolj szállsz, törhetsz, zúszhatsz, koptathatod a cipőt, a táskád, mindent meg tudunk javítani. Nekem kéne most már egy szakmát tanulni, mert ebből a vakerból, ebből nem lesz kisbolt, érted már? Oh, kisbolt, jó, hogy eszembe jut a kisbolt. Oda érkezett egy új tejtermék, amitől én annyira meg vagyok attódva, hogy egy olyan tejtermék lesz a kisboltban, ami eddig nem volt, és hogy én is, és a Mici is nagyon szeretnék. Nem akarok szírni, de olyan jó érzés, hogy lesz tej. Taka, hagyjál már! Millió az, hogy pakolom el a dolgokat, mert ez egy nyári. Hát ez egy nyári. Ezt meg vitt. Jaj, Párizsba, ma mentem volna Párizsba, de nézd meg, milyen a fejem, anyukám, mint a takarmánytök. Hát a pár...